Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes. Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. December 6-a van, méghozzá Miklós napja, azaz érkezik a Mikulás is, egyébként ide is megjött már a stúdióba. A szerkesztő Tóró Nikolát mondom már is, hogy milyen témákkal készültünk ma reggel. Rövidesen Korózs Lajossal, az MSZP politikusával beszélgetek, nyugdíjakról, nyugdíjaszegénységről kérdezem majd. Aztán jön Arató Gergely, a DK politikusa, vele arról, hogy mit tartalmaz majd az ellenzék programjában az úgynevezett civil fejezet. Itt lesz Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja, vele a COVID gazdasági hatásait nézzük át. Aztán Mirkóczki Ádámmal is beszélgetek, Eger polgármesterével, vele arról lesz szó, hogy az egri lakosság szavazás keretében döntett arról, hogy tűzijátékkal vagy lézersóval búcsúztatják-e az idejévet. Persze a járványhelyzetet is áttekintjük majd. Itt lesz Volner János, független országgyűlési képviselő, vele a Városháza ügyéről, illetve a kampányról is beszélgetünk. És szó lesz egy nagyon érdekes ifjúságról szóló kutatásról is, amely a fiatalok politikai, család és egyéb preferenciáit veszi sorra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Az esetleges 2022-es kormányváltás után az MSZP azt fogja javasolni, hogy a nyugdíjas pedagógusok megtarthassák a nyugdíjukat és a fizetésük mellett. Ez a párt egyik megoldása a pedagógus hiányra, mondta Kunhalmi Ágnes. Korózs Lajos pedig arról beszélt, hogy a Fidesz kormány 11 éve után a nyugdíjak leszakadtak a bérektől, óriási különbségek vannak a nyugdíjak között, és drasztikusan nő az időskori szegénység. A telefonnál Korózs Lajos országgyűlési képviselő. Aki már itt van velünk, így van. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na kezdjük akkor azzal, amit Kunhalmi Ágnes mondott, hogy ugye önök azt fogják javasolni, hogyha esetleg kormányra kerülnek, hogy a nyugdíjas pedagógusok megtarthassák a nyugdíjukat a fizetésük mellett. Hogyan kalkulálnak, hogy ez nagyjából mekkora összeg lehet? Mert itt ugye elég hosszú távban kell gondolkozni. Hát annak függvényében, hogy mennyien választják ezt a lehetőséget, hát itt borzasztó nagy a pedagógus hiány az országban, különösen a keleti ország részben, ahol szegényedő, elszegényedő falvak és mikrotérségek találhatók. Én azt gondolom, hogy töredékéből annak a pénznek megvalósítható, mint amennyit megspórolt a kormány különböző intézkedéseken. Csak megjegyzem, hogy itt például 10-12 éve nem emelkedett a méltányossági nyugdíjkeret, nem emelkedett az egyszeri segélykeret, de ez mind a nyugdíjasokról beszélek csak, nem emelkedett a méltányosságból történő megállapítási keret, ezeken iszonyatos pénzeket spórolt a kormány. Vannak olyan számítások, amelyek azt mutatják, hogy a rokkant rendszer kivégzése óta, ez durván 10 év, körülbelül 500 milliárd forintot spórolt meg a nyugdíjkasszán, kvázi nyugdíjkasszán, mert már nincs nyugdíjkassza, mert ez egy költségvetési tétel, a kormány. Tehát itt nem az a kérdés, hogy mennyibe fog kerülni, meg honnan veszünk el, egyszerűen új elosztási és újraelosztási politikára van szükség. És azért nem egy pillanatra hagyd térjek már vissza arra, hogy ki mekkora összeget kér és hogyan alakul. Bocsánat, csak egy technikai kérésem majd legyen, mert ha esetleg ki vagyunk hangosítva, akkor tegye már meg, hogy leveszi, mert nagyon-nagyon csörgünk-zörgünk. Köszönöm szépen. Jó. Szóval, hogyha ha pénzekről van szó, ugye itt a kormányzatot hagy idézem, ugye itt Orbán Viktor is arról beszélt, meg azt lehetett olvasni is, hogy a nyugdíjasoknak biztosított ellátások például az idejében összesen 440 milliárd forinttal lehetnek magasabbak, mint mondjuk 2020-ban, illetve hát ugye azt is mindig elmondják, hogy 2021-ben is számos intézkedéssel támogatják a nyugdíjasok jövedelmének az emelkedés. Ugye 3%-os nyugdíjemelések került sor 2020-ban, és aztán 21-ben is kiegészítő emelés hajtott végre a kormány, de már sorolhatnánk, ugye itt a nyugdíjprémiumot, 80 ezer forintot, stb. Tehát azért mondom, hogy van itt, vagy lehet azért az összegekről beszélnünk. Lehet, feltétlenül. Én annak örülök, hogy a kormány egyelőre betartja a jogszabályokat, mert ez nem az ő érdeme, ezek az intézkedések. Egyszerűen törvények vannak arra, hogy például mikor kell nyugdíjprémiumot fizetni. Törvény van arra, hogyha az alultervezett, a radikálisan alultervezett infláció miatt évbeni kiegészítésre kell sort keríteni, akkor ezt a kormánynak meg kell lépni. Tehát akkor maradjunk itt rögtön ennél a témánál. A múlt évben 2,7%-os volt a nyugdíjemelés mértéke,
és lényegesen magasabb volt az infláció, ezért a múlt év novemberben ki kellett igazítani a nyugdíjakat. A nyugdíjasok egy éven keresztül hiteleztek a kormánynak, és finanszírozták gyakorlatilag az államkasszát. Ebben az évben már az év közepén elszállt ez a költségvetési tétel, és kiigazították júliusban 0,6%-kal. Ezt egyébként én megmosolyogtam, mert tudja, az a térség, ahol én élek, a délhevesi térségben, ott ilyen 70-80 ezer forintos nyugdíjból élnek az emberek, és ez 25-ek a lecsókolbásznak volt az ára. Majd novemberben újra ki kellett igazítani, mert szeptember-októberben úgy elszálltak az élelmiszer árak, hogy tarthatatlan volt ez a 3%-os januári nyugdíjemelés. Szóval itt az égvilágon semmi nem történt, csak a kormány kullog az események után. Ebből adódóan akkor újra rávilágítok arra is, hogy elhibázott volt 2010-ben az az intézkedés, hogy kizárólag az infláció követő nyugdíjemelést hajtottak végre, és radikálisan leszakadtak a nyugdíjak a bérektől. Kérem szépen, 2010-ben majdnem 75%-át érte az átlag nyugdíj a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresetének, mondom, majdnem 75%-át. Ez a múlt évben lement 52,9%-ra, és majd itt január-februárban meglátjuk az ezévi statisztikákat, kérem szépen ez 50% alá fog becsúszni. Erről van itt nagy szó, és a kormány ennek érdekében az égvilágon semmit nem csinál, hogy ne szakadjon szét ilyen drasztikusan a társadalom. Hát, amit és tudok még számtalan ilyen központi statisztikai hivatal által publikált adatokat sorolni annak alátámasztására, hogy például a nyugdíjas szegénység az elmúlt 10 évben, mióta ők kormányoznak, hogyan alakult 12 évben. Azt akartam csak hozzátenni, ugye, ami most tulajdonképpen aktuális, és hát nyilván kampányidőszakban vagyunk, azért ezt is tegyük hozzá, de ugye 2021 novemberében jön ez a bizonyos 80 ezer forintos nyugdíjprémium. Itt azt is ugye hozzáteszik, hogy plusz a 13. havi nyugdíj visszaépítése is, ugye ezt is, erről is beszéltünk már egyébként, és azt mondja a kormány, hogy lesznek például olyan nyugdíjasok, és itt egyébként a nyugdíjszegénységre utalnak, hogy akik mondjuk a korrekcióval együtt akár 100 ezer forintos prémiumot is kaphatnak. Ez azért jelentős segítség lehet talán. Egyszeri segítség, és a december elejei bevásárlással el is ment az összes pénz. Tehát itt a nyugdíjprémium tévedés ne essék, egyébként borzasztóan büszke vagyok rá, mert az egyik kidolgozója voltam annak idején a Bajnai kormány idején ennek a programnak, majd az elfogadását ösztönöztem az országgyűlésbe, és el is fogadta az országgyűlés 2009-ben pont. A másik, hogy semmi köze nincs az Orbánéknak ehhez. Semmi az égvilágon. Tetszik tudni, kinek van köze hozzá? Annak a munkás embernek, aki pékként dolgozik mondjuk egy péküzembe, és 50-60 fokos melegbe dolgozik, mint egy 1200 forintos órabéré. Meg annak a hűtőházban dolgozó nagyrédei asszonynak, aki 1050 forintos órabéré dolgozik a minuszokba. Meg annak a kamionosnak, aki járja Európa főutcáját, meg annak a pedagógusnak, aki áll a katedrán. Orbánnak az égvilágon semmi köze nincs ehhez. Ha a gazdasági növekedés eléri a 3,5%-ot, vagy azt meghaladja, akkor neki nyugdíjprémiumot kell fizetni. Ő csak a törvényt tartja be. Még egy utolsó kérdés a végére, hogy ugye arról is beszélt Kunhalmi Ágnes, hogy meg hát ön is nagyon-nagyon régóta mondja, ugye svájci indexálás kell, nyugdíjfelzárkóztatás. Ez egyébként az ellenzéki programnak is tekinthető? Tehát ezzel kapcsolatban mondjuk az összes párttal egyeztettek már? Csak az ellenzéki pártok mindegyike egyetért abban, hogy el kell szakadni a kizárólagos infláció követő nyugdíjemeléstől, annak érdekében, hogy ne hagyjuk leszakadni a nyugdíjakat a bérektől. A gazdasági növekedés eredményeiből részesülniük kell a nyugdíjasoknak. Éppen ezért a svájci indexálást, ha az Orbánék megtartották volna, akkor kapaszkodjanak meg. A mostani átlagos 150 ezer forintos, körülbelül 150 ezer forintos átlag nyugdíj helyett ma már 185 ezer forintnak kéne lenni az átlag nyugdíjnak. Na évente minden egyes nyugdíjason átlagosan ennyi pénzt a kettő különbözetét spórolta meg Orbán Viktor. Ezentúl azt is mondjuk, hogy nyugdíjkorrekciós programra van szükség az alacsony nyugdíjak felzárkóztatása érdekében, hogy meg kell duplázni a kivételes nyugellátás emelést, a kivételes nyugdíj megállapítás emelés és egyszeri segélynek az éves keretét is. És azt is mondjuk természetesen, mert hazudnak az Orbánék, hogy meg fogjuk tartani a nők változatlan formában a nyugdíjba fognak menni, vagy mehetnek a 40 éves jogosultsági idővel.
Nincs szükség újabb korhatáremelésre, amivel itt riogatják az embereket, mindenféle közgazdászok. Ezeket az intézkedéseket mi végigbeszéltük az ellenzéki pártokkal is, ezekben mindenki egyetért. Hát akkor beszélünk majd mi is erről. Nagyon szépen köszönöm Korózs Lajosnak, MSZP országgyűlési képviselőnek. Szép napot ennek, viszont hallásra, minden jó. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Míg Magyarországon a bértámogatás alig 68 milliárd forint volt, addig Ausztriában ennek 50-szeresét költötték a dolgozók megsegítésére a harmadik hullámig bezárólag, fogalmazott Ungár Péter pénteki sajtótájékoztatóján. Hozzátette, az egyéni vállalkozók és kisvállalkozók a bértámogatásból sem kaphattak, hiszen nem alkalmazottak. Őket és megélhetésüket mégis sújtotta a járvány és a válság. A vonalban Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja. Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye az előbb éppen Korózs Lajossal a nyugdíjak kapcsán pénzekről beszélgettünk, és ugye azt látni, hogy a kormányzat egy egészen más típusú üzenetet közvetít, mert hogy elég sok pénzt szór szét itt a kampányidőszakban, az elkövetkezendő hónapokban, és ezzel próbálja meg ugye kompenzálni az inflációt. Ezt hogy látja? Vannak ilyen osztogató, hogy mondjam, választási ígéreteik. Ezeknek amúgy egy része jó helyre megy, egy része véleményem szerint nem, de nagyon sok mindent, sok problémát ez ennek ellenére nem orvosol. Például most a bejátszóban is hallhatták a hallgatók, mindenki szerintem ismer ilyen embert, tehát az egész Covid alatt mind a négy hullámot, ha megnézzük, azok az emberek, akik önmagukat foglalkoztatták, mikrovállalkozók voltak, ők azért szinte semmilyen állami támogatást nem kaptak, semmilyen állami támogatásból nem részesültek. Egy nagyon soknak olyan munkájuk volt, ami a szolgáltatáson vagy a turizmushoz kapcsolódva alapvetően nagyon rosszul járt a járvány miatt, és ez nem az ő hibájuk volt. Önök egyébként hogy kalkuláltak, hogy ez nagyjából mekkora összeg lenne, hogyha ez a kompenzáció mondjuk megvalósul abban a formában? Tehát ez csak nem tudom nagyon... megmondani, de azt tudom, hogy több mint 200 000 ilyen ember van. Igen, azért kérdezem, mert éppen beszélgettünk, mondom, Korózs Lajossal itt az összegekről, és megnéztem ugye itt a kampányban, hogy mire számít, vagy mire, mekkora összegek mennek el, és például csak a nyugdíjasok ugye idén, legalábbis a kormány számításai szerint ugye 440 milliárd forint plusz pénzhez jutnak, és hát itt egy csomó egyéb csoport is számít, hat jelentős plusz jövedelemre, ugye itt az adóvisszatérés, stb. Ezeket most elsorolgathatom. Tehát ez nem ez a szintű költés. És ugye hát itt azért a Covid-nál most az van, hogy van a negyedik hullám, egyelőre ezek a lezárások kisebb mértékűek, vagy az intézkedések kisebb mértékűek, mint az előzőekben. De hát ugye az van, hogy azért a világgazdaság nagyon összefügg. És ha Nyugat-Európában lezárások vannak, vagy a szomszédos országokban lezárások vannak, azt meg is írni a magyar gazdaság, akármi történik itt van, hiszen nagyon sok mindenki dolgozik olyan cégekben, amik akár exportálnak valamit, vagy akár importálnak dolgokat, az is sokszor megváltozik annak a lehetősége, vagy egyszerűen olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amiknek vannak nem tudni komponensek. Ön egyébként hogy látja, erősebb vagy szigorúbb korlátozó intézkedésekre lenne szüksége a gazdaság? Nem tudok véleményt nyilvánítani, én nem vagyok egy járvány szakértő, és szerintem nem feltétlenül jó az, hogyha politikusok a járványügyi intézkedésekről ilyen szinten alkottak véleményt. Akkor egy utolsó kérdés, ami egy friss hír. A Facebook oldalán láttam, hogy a magyar kormány ugye az év elején az EU-s állásponttal ellentétesen megvétózta, hogy orvosi célokra használhassanak kannabiszt. Ugye ez is egy régi történet. Ez most hogy jött elő önnél újra, ez a téma? Mert nemrég volt több eljárás is ezzel kapcsolatban, illetve én azért kapcsolatban vagyok olyan állampolgárokkal, akiknek van tapasztalata azzal, hogy különböző betegségeknél, főleg daganatos betegségeknél azért az orvosi kanabis nagyon ugye a született súlyát, és ők miattuk is általános én nagyon fontosnak tartom, hogy teljesen érthetetlen ideológiai okok miatt tetítsenek egy növényt, ami amúgy rendkívül pozitív hatásokkal rendel. Köszönöm szépen Ungár Péternek, az LMP politikusának. Szép napot önnek, viszont hallásra, minden jót. Spirit FM 92.9.
a nagyváros hangja. Az EGRI lakosság szavazás keretében maga dönthet arról, hogy tűzijátékkal vagy lézersóval búcsúztatják-e az idei évet. A miniszterelnök bejelentése alapján minden településen lesz oltási akciónap, milyenek az EGRI átoltottsági adatok, és az önkormányzat részt vesz-e az oltási akciónap lebonyolításában. Erről is kérdezzük Mirkóczi Ádámot, EGER polgármesterét. Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük már akkor az oltási helyzet, de az átoltottsággal vagy a járványhelyzettel Egerben. Egyrészt tényleg a kérdés az, hogy részt vesznek ebben az akcióban, és milyen az átoltottság vagy a járványhelyzet jelenleg Egerben? Tud-e esetleg pontos adatokat, információkat mondani erről? Hát én nagyon örülnék, hogyha tudnék erről pontos statisztikákat, de sajnos nem tudunk, ugye sem a Markot Ferenc kórház, sem a kormányhivatal egyelőre nem küldött nekünk ilyen jellegű adatokat, hiszen ezt nyilván ők tartják számon. Amiről én tudok, az nagyjából az EGRI önkormányzat, a polgármesteri hivatal, illetve a tulajdonunkban lévő intézmények, tehát óvodák, bölcsödék, kulturális intézmények, valamint a város cégeinek az átoltottsága. Itt, hogyha összeátlagot veszek, akkor durván egy olyan 75-80% közötti átoltottságról beszélünk. Hát én nagyon remélem, hogy legalább a városi adatok is hasonlóak. Amennyire én tudom, a saját magunk által vezetett cégeknél, intézményeknél azért az országos átlag fölött vagyunk. Amit mi tehetünk, nyilván az, hogy kicsit a szó jó értelmében propagáljuk, és hát biztatunk mindenkit, hogy vegye fel az oltást, és vegye komolyan a helyzetet. Én úgy látom, hogy azért több-kevesebb sikerrel ez működik. Ugye elhangzott az előbb is a bejátszóban, hogy ugye Orbán Viktor bejelentett, hogy minden településen lesz ez a bizonyos oltási akciónap. Önök ezt megszervezik-e? Ha igen, akkor hogyan? Vagy kapnak-e ez bármilyen segítséget? Ezt hogyan tudják megvalósítani? Hát ehhez kellene, hogy kapjunk igazából egy felkérés legalább, tehát hozzánk nem érkezett ilyen jellegű igény, vagy ilyen jellegű információ, hogy bármilyen módon is vegyünk ebben részt. Korábban az első és a második hullám ideje alatt volt, hogy ingatlant kértek, hogy a covidos betegeket el tudják különíteni, külön ingatlant kértek a PCR-tesztek végrehajtására. Ezeket az EGRI önkormányzat a kórház számára soron kívül természetesen minden esetben biztosította. Olyan is volt, hogy az OMS, tehát az Országos Mentőszolgálat, azoknak a mentőknek, amelyek járták a várost és Heves megyét tesztelni, kellett egy 0-24-es élő erős védelem a telephelyen, azt is biztosította Eger városa, tehát hogyha ilyen jellegű felkérést kapunk, akkor természetesen soron kívül segítünk, de sem a oltási akció héttel, sem mással kapcsolatban egyelőre hozzánk kérés nem érkezett. Akkor beszéljünk már erről a bizonyos szavazásról, amit szintén a bejátszóban is szó volt, ugye, hogy indítottak egy online szavazást, és arról kérdezik az egrieket, hogy tűzijátékot vagy lézersót szeretnének-e inkább szilveszterkor a dobótéren látni. Ugye erről megjelent közlemény, és a két alpolgármester írta, és aztán utána történt egy furcsa afféregye ezzel kapcsolatban Keresztes képviselő úrral, Felesek képviselő úrral vonatkozik. Mondja már el, hogy pontosan mi történt, mert próbáltam összerakni a mozaikokat ezzel kapcsolatban. Hát igazából annyi történt, hogyha el akarnám viccelni, akkor nyilván azt mondanám, hogy talán a polgármesterségem első legfontosabb tapasztalása, hogy jót tenni nem lehet. Tehát, hogyha bármit is tesz az ember, mindig lesz egy csoport, vagy egy társadalmi réteg, akinek ez nem tetszik, és hát az idei augusztus 20-a napján, vagy azt követően, ugye a szokásos tűzijáték körül megindult a nagy vita, hogy kell ez még, nem kell mást, kellene helyette, és hát nagyon megoszlottak a vélemények. Ezért találtuk ki, hogy akkor a decemberi, szilveszteri tűzijátékot megelőzően megkérdezzük a város lakosságát, és a polgármesteri hivatal, vagy hát az önkormányzat informatikai szakirodája
készítette a város honlapján egy ilyen szavazási lehetőséget, és hát elkezdtük biztatni a polgárokat, hogy mondjanak véleményt, hogy kell tűzijáték, nem kell, más legyen helyette, tehát lézersó, vagy egyéb, és hát a Momentumos képviselő úgy érezte, hogy ezt neki feltétlen meg kell hekkelni, és egy ilyen kis videót tett ki, hogy hogyan lehet többször szavazni. Na most ez azért problémás, mert... De várjon, lehet többször szavazni? Hát úgy néz ki, hogy valamilyen informatikai kis művelettel, ha több böngészőt nyit meg az ember, valami ilyesmi volt, én nem értek hozzá, akkor nem tudom, kétszer is tudott szavazni, vagy háromszor, és akkor ezt kezdte el az interneten propagálni. Na most ezzel az a probléma igazából, nyilván nagy gondot nem okoz, hiszen nem egy ügydöntő népszavazás. Jó, csak azért ugye, ha mégis ugyanarra lehet kétszer szavazni, vagy akár, igen, vagy hát akár neki, mondjuk Budapestről neki lehet szavazni, akkor az onnantól kezdve nem feltétlenül a legprofibb. Nekem az a problémám ezzel, hogyha a képviselőnek a szándéka jó szándék lett volna, és észleli ezt a problémát, mert nyilván ez nem egy szándékos hiba volt, akkor bejön a önkormányzathoz, megkeresi az informatikusokat, és akkor elmondja, hogy hát ő ezt találta, mi lehet erre a megoldás. De azáltal, hogy ő ezt kitette Facebookra, meg nem tudom milyen közösségi felületekre, ezáltal lényegében a csalást propagálja, vagy hát a csalásra búzdítéset finoman fogalmazva, így most hol adta nekünk a leckét olyan értelemben, hogy na majd ennek a szavazásnak a végét vajon mennyire tekintsük hitelesnek, vagy ne. Uh-huh. Egy utolsó kérdés, hogy nagyon gyors választ várnék, hogy lesz, ha jól tudom, egy bejelentés ma 3 órakor. Nem tudom, hogy el lehet árulni, hogy miről van szó pontosan, mert nagyon sejtelmes volt a Facebook oldalán ezzel kapcsolatban. Szándékosan igen. A közösségi közlekedés kapcsán lesz egy nagyon fontos lépés. Az az eredmény, amit sikerült letárgyalni, azt mondom, hogy Magyarországon megyeszékhelyek közül Eger lesz az első, akinél így fog történni. Picit türelmet kérnék, hogyha lehet. Megtesszük. Akkor köszönöm szépen Mirkóczki Ádámnak. Szép napot ennek. Viszont hallásra, minden jót. Minden jót, viszont hallásra. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes. A hatpárti ellenzéki szövetségnek az a szándéka, hogy a programukban legyen külön fejezet a civil szféra helyzetének rendezéséről, mondta Arató Gergely, a szövetség programíró koordinátora. A civil szervezetek által megfogalmazott civil minimum 2022 elnevezésű javaslatcsomag szolgálhat a fejezet alapjául. Arra kérik a pártokat, hogy bármilyen pozícióba is kerülnek a választások után, vállalják, hogy a benne felsorolt alapelvek mentén civil stratégiát alkotnak és azt meg is valósítják. A részletekről Arató Gergelyt, a DK politikusát kérdezzük. Aki már itt van velünk a telefonban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na nézzük akkor már ezt a stratégiát. Egyáltalán milyen konkrétumokat lehet tudni erről a bizonyos civil programról, összeellenzéki civil programról? Mit tartalmaz pontosan? Ugye tulajdonképpen a legfontosabb dolog az, hogy ezt a programot is úgy kívánjuk megalkotni, hogy figyelem. Valamilyen technikai bonyodalom van, mert hirtelen eltűnt az éterből. Próbálom itt a kollégákkal, mindjárt megoldjuk a helyzetet. Na de most jó, ugye? Most jó, igen, köszönöm szépen, jó, valamilyen van. Technikai bonyodalom volt. Az én oldalamon volt valami zűr, de most már talán jó lesz. Na oké, akkor kezdjük előről, jó? Bocsánat. Szóval, hogy azt kezdtem mesélni, igen. Hogy az a lényeg, hogy tulajdonképpen nem maguk a pártok akarják kitalálni, hogy mi a jó a civileknek, hanem az a szándékunk, hogy átvesszük és építkezünk a civilizáció csoport által készített civil minimum programból, aminek a legfontosabb területei tulajdonképpen, ezek egyrészt a civil szervezetekkel vonatkozó szabályozások, tehát azoknak a jogszabályoknak a megszüntetése, amiket a kormány az elmúlt években azért hozott, hogy a neki valamiért nem kedves civil szervezeteket hátrányos helyzetbe hozza, megbélyegezze, vagy más módon akadályozza a működésüket. Mely jogszabályra gondol konkrétan, vagy jogszabályokra? Hát ugye ilyen a stopsoros törvény, ami most már Brüsszelből is rendelkezik papírról arra,
arról, hogy ellentétes az emberi jogokkal, de magának a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályoknak is van egy nagyon jelentős része, amelyik vagy kimondottan azzal a szándékkal módosítottak az elmúlt években, hogy nehezítsék a civil szervezetek helyzetét, vagy pedig egyszerűen elavultak, azért mert 20-30 éves jogi megoldásokról van szó. Arról van szó, azt kérik a civil szervezetek, és mi ezt teljesen támogathatónak és helyesnek tartjuk, hogy a civil szervezetekkel együtt kerüljön sor a teljes joganyagnak az áttekintésére, és ezután szülessen egyfajta új szabályozás. A második ilyen elem ez a nyilvánossággal, átláthatósággal kapcsolatos, hogy a civil szervezetnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy egyébként ellenőrző funkciót lássanak el a társadalom nevében. Egy-egy területtel foglalkozó civil szervezetek azok az állampolgárokat képviselik, és egyben számukra teszik elérhetővé, érthetővé azokat az információkat, amiket az állami szervezetek adnak, ha adnak. Tehát az átláthatóság, az adatnyilvánosság szintén egy nagyon fontos követelése ennek a csomagnak. A harmadik ilyen elem ez a részvételnek a biztosítása. Annak a rendszernek a kiépítése, hogy hogyan vehetnek részt a civil szervezetek maguk szakértelmével és az általuk képviselt állampolgárok véleményét bevívva a folyamatokba, a döntéshozatalba, az egyes állami önkormányzati döntésekben, ez a sok kialakításában. És hát végül a negyedik elem pedig a finanszírozásra vonatkozik, annak az áttekintése, hogy hogyan lehet javítani az adományozási kedvet, hogyan lehet támogatni a magán és akár céges adományozást, és hozzáteszem, ehhez tartozik az a kérdés is, hogy hogyan lehet a médiában javítani a civil szervezetekről kialakított képet, és népszerűsíteni a társadalmi szerepvállalást. Tehát akkor, ha jól értem, ugye egyelőre ott tartanak ezek a tárgyalások, hogy a civil szervezetek részéről megfogalmazódtak ezek az igények, és akkor most állnak neki, hogy ezeket egyeztessék? Ugye az a, igen, ugye az a helyzet, hogy a egyébként ennek a programnak számos eleme megtalálható már a közös alapban, illetve az ellenzéki pártok által alkotott részletesebb programokban, de elemekben, részletekben szerepel csak a civil szféra egyenlősége, vagy az egyeztetéssel kapcsolatos elképzelések. És azért tartjuk nagyon jónak azt, hogy van egy átfogó jellegű koncepció is, ez a bizonyos civil minimum, mert ez valóban egységben tekinti át a civil szféra egészét. Tehát a pártok nagyon nagy örömmel fogadták ezt a kezdeményezést, és dolgozunk azon, hogy hogyan épüljön be ez majd a közös ellenzéki program. Mi azt is lehetett olvasni ebben az anyagban, hogy azt kérik, azt is megemlítik ugye a civil szervezetek, vagy az is előjött, ugye, hogy az alapelveket és javasolt intézkedések mentén a stratégiát alkotnak, ugye erről beszélgetünk, és azt meg is valósítják. Nyilván nem véletlen, hogy ezt is kérik a civil szervezetek. Ezt hogyan tudják biztosítani, hogyha kormányra kerülnek, akkor tényleg meg is valósítják azt, amit kérnek. Nyilván nem véletlen, bizalmatlanok, nem önökkel szemben, hanem egyáltalán a civil szervezetek. Ugye mi csak olyan dolgokat akarunk beleírni a programunkban, amiket meg fogunk valósítani. Nagyon, nagyon komolyan vesztük azt, mindenfajta programnál, nem csak ennél a programnál, hogy csak olyan elemek kerülhetnek be ebbe a programba, aminek a pénzügyi, jogi feltételei megteremthetőek. Mikorra lesz kész a program? Az a terv, hogy évelejére választási program mélységben ez rendelkezésre fog állni, ugyanakkor ez nem jelenti a programalkotó munkának a végét, hiszen ennél részletesebb kormányzati vagy akár ágazati program szintjére is szeretnénk eljutni a kormányváltás idejére, tehát tavasz végére. Ugye azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy ez a szándék, és ebben elég széles konszenzus van a szereplők között. Ez azt jelenti, hogy mind a hat ellenzéki párt egyetért ebben, és hasonlóan gondolkozik? Vagy ez abszolút, mit jelent konkrétan? Abszolút, tehát ebben semmilyen kétség nem volt korábban sem, és magát azt a kezdeményezésről beszéltünk már azóta, hiszen ugye szerdán volt talán ez az esemény, azóta is beszéltünk már a közös program íróbizottságban erről a pártokkal, és abszolút mindenki üdvözölte és támogatja ezt a fajta elképzelést. Köszönöm szépen Arató Gergelynek, a DK politikusának. Minden jót, viszont hallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
szervezettebben működik a baloldali maffia a fővárosban, mint a budapesti adminisztráció, fogalmazott Volner János pénteki sajtótájékoztatóján. A független országgyűlési képviselő szerint a hatpárti összefogás a fővárosban abból a célból jött létre, hogy kifosszák Budapestet, és a rendszerváltás óta nem volt rá példa, hogy ilyen szinten szervezett, kiterjedt gazdasági maffia jöjjön létre. A vonalban Volner János. Így van, jó reggelt kívánok! Kezdjük akkor, mi reggelt kívánok. Na kezdjük akkor, mert ez az egyik olvasat, ugye, amit elhangzott az ön részéről itt a bejátszóban is, illetve a sajtótájékoztatóban, meg már korábbi információk alapján is. Ugye ehhez képest Karácsony Gergely, illetve a főváros úgy fogalmaznak, hogy mindez, amit itt hallottunk, vagy amit az előbb elhangzott, minden tényt nélkülöz, rágalmak leírása, nem újságírás, tehát erről szó nincs, és hogy kijelentette, hogy olyan személyek mondataira hivatkozva írnak cikkeket, vagy hangoznak el ilyen információk, amelyek nincsenek megalapozva, és nem igazolhatóak. Szóval ez a két narratíva van most a Városházával kapcsolatban. Na hát hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy a baloldal legutóbbi miniszterelnöke, Bajnai Gordon maga volt az, aki a saját hangján ismertette az ország közvéleményével a hangfelvételen keresztül azt, hogy milyen módon működik ez a bűnszervezet, ez a korrupciós bűnszervezet a budapesti városházán, és budapesti városházán meg is nevezte azokat az embereket, akik felelős magas beosztásban vannak, például Karácsony Gergely helyetteseként dolgoznak, akik ebben a mechanizmusban gyakorlatilag részt vesznek. Ugye Bajnai Gordon, bocsánat, csak elég sokszor, vagy több alkalommal is reagált ezekre, amit most ön mondott. Biztos ön is látta a Facebook oldalára is, amit kiírt, hogy ezek összevágott felvételek, és ő készen áll például, hogy együttműködik a vizsgálóbizottsággal, ahogy ugye fogalmazott észszerű mértékben, ugye Városháza gétnek nevezi ezt, és azt mondja, hogy ezek mind rágalmak. Hát ugye fontos látni, azt még egyszer hangsúlyozom, hogy Bajnai Gordon a saját hangján, saját maga egy folyamatos szövegben mondja el azt, hogy a hat összefogást alkotó párt szápái ott köröznek minden egyes tender körül, és igyekeznek magukat jutalékért közbeiktatni a vevő és a városháza közé. Ebben az esetben ugye a jutalék, csak hogy világos legyen, a korrupciós bűncselekményből származó csúszópénzt jelenti. Én értem, hát mi más tehetne Bajnai Gordon, mint hogy hazudozik és tagad ezzel kapcsolatban, de mégiscsak maga ismertette ezt a jutalékos rendszert, ismertette ennek a fő résztvevőit, és bizony már a nyomozóhatóságoknak van dolga. Tehát én megértem, hogy a baloldalnak ez kellemetlen. Megértem, hogy Karácsony Gergely vergődik, de itt mégiscsak arról van szó, hogy kiépült és megerősödött. De ön ezt biztosan tudja, és állítja, hogy ez a rendszer, ez működik. Csak azért kérdezem, mert ugye itt hangfelvételekről van szó. Az egyik fél azt állítja, hogy összevágott anyagokról beszélünk, hogy a Karácsony Gergely egyébként ő maga is számtalan szor cáfolta. Ugye ő azt mondta, hogy ezeket a felvételeket összevágták, cáfolt ezt a bizonyos jutalék rendszert, és ő például azt mondta, hogy az ő értelmezése szerint az ügy mögött fideszes támadás húzódik. Ugye azt mondta, hogy titkosszolgálati eszközökkel orosz módszert használnak, hazug lejárató kampányt szerveznek. Tehát, hogy van ez az olvasata is annak, amit ön mond. Nézd, én azt látom, hogy ömlik a hülyeség az orosz titkosszolgálatoktól a Fideszig, de egy biztos, hogy Magyarország legutóbbi miniszterelnöke... Már hogy érti? Bocsánat, hogy szava vágtam. Hogy érti, hogy ömlik a hülyeség az orosz titkosszolgálatoktól? Hát ezek az orosz titkosszolgálatoktól a Fideszig mindenkire gyanakodnak, meg mindenkire próbálják átterelni a beszélgetés fókuszát, de itt a lényeg az, hogy mégiscsak a baloldal legutóbbi miniszterelnöke a saját hangján mondja el, még egyszer mondom, ez nem egy összevágott szöveg, ez a saját hangján mondja el, hogy budapesti városházán mind a hat párt szápái fosztogatják a közpénzeket, ott köröznek minden egyes ingatlan eladás körül, és igyekeznek csúszópénzt, azaz, ahogy a szövegben nevezi, jutalékot húzni ebből az egészből. Ez egy korrupciós bűncselekmény. Én nagyon sajnálom azt egyébként, hogy a baloldali sajtónál gyakorlatilag megvakultak az oknyomozó újságírók, és mondjuk a Telex vagy a 444 mindent megtesz azért, hogy vagy elhallgassa a híreket, vagy a lehető legjobban kiherélve tálalja azt a közélet,
véleménynek. De én szerintem úgy korrekt, hogy azért, volna. Én ezt úgy gondolom, hogy azért úgy korrekt ilyenkor, hogy Bajnai Gordon is hasonlót írt, és ő is például bűncselekménynek tartja azt, ami történt, mert hogy szerinte ezekről a megbeszélésekről törvénytelen titkosszolgálati eszközökkel felvételt készítettek, majd azokat szintén bűncselekményt megvalósítva manipulálták, később a sajtóban terítették, tehát ő meg azt mondja, hogy ez szerinte két rendbeli bűncselekmény, és hogy egyetlen lehetőség van, hogy az illetékes szerveknek kell kideríteni azt, hogy mi is történt pontosan. Hát ha Bajnai Gordon tekintettel arra, hogy a saját hangfelvételével leplezi le a Városházán dolgozó baloldali politikus bűnözőkből álló gazdasági mafiát, hát mi mást mondhatna, hogyha lelepleződik, mint hogy megpróbálja tagadni. De honnan tudja, hogy ezek nincsenek manipulálva, ezek a felvételek, mármint amit Bajnai Gordon állít egyébként? Hát miért lenne manipulálva? Azt még Bajnai Gordon sem mondta, hogy ő nem beszélt a hat pár cápáiról, meg hasonlókról. Tehát ez egy nyilvánvalóan elhangzó beszélgetés volt, amit ugye többen is megerősítettek, és azt is lehet látni, hogy az az ingatlan lista, amit az Anonymous nevű választós alak közzétette, az egy valós lista. Tehát ezt leellenőrizték már a jobb oldalok nyomozó újságírói. Mondom még egyszer, én megértem, hogy vergődik a baloldal ezzel az üggyel, hiszen ez egy rendszer szintű bukás, amire gyakorlatilag a rendszerváltás óta nem volt példa, hogy Magyarország legutóbbi miniszterelnöke hasonló módon lebukik, de hát sajnos itt mégiscsak megtörtént ez a dolog. Itt egyébként emlékeztetnék rá, hogy Medgyessy Péter is annak idején a Gresham palotát úgy adta el, hogy a baloldal volt miniszterelnökként, közvetítőként eljárt a dologba, és 100 000 amerikai dollárt kapott ezért, ezt is megerősítette. Mondjuk én azt gondolom, meg nyilván talán érdemes megvárni azért a vizsgálatnak az eredményét, ami nyilván pontot tesz majd ennek az ügynek a végére is, és kiderül az, hogy ki állít és hogyan állít. Tehát azért a vizsgálat eredményét szerintem ilyen állítások előtt talán érdemes megvárni. Kézzel, itt szerintem nem is az az érdekes, hogy ki készítette a hangfelvételt, ennél sokkal érdekesebb, hogy van 6 parlamenti párt, amely egyszerre fosztogatja a Városháza pénzeit, és ezt maga a volt miniszterelnök mondja el a baloldal részéről, abban a baloldali hatalmi centrumban, ami a legnagyobb hatalmi centrum jelenleg Magyarországon. Még egy utolsó Budapesti Városháza. Kérdés a végére gyorsan, hogy hogyan alakul a pártjának tehát hogyan készülnek föl például a választásokra? Van-e listájuk, kik szerepelnek rajta, mikorra lesz kész, erről mit lehet tudni? Igen, mert gyakorlatilag megvan a 106 jelöltünk az ország összes választókerületében. Ezt rövidesen a kampány kezdetén ismertetni szeretnénk. Annyit áruljon el, hogy ki vezeti a listát? Önvezeti a listát? Én vezetem a listát természetesen, mivel az én nevemet ismerik a párttagjai közül a legjobban a közélmény részéről, és azok az emberek, értelmiségiek következnek utánam, akiket megismerhetett az ország közélménye a Facebook oldalunkon keresztül, a különböző szakterületek kiváló képviselői. Molnár Jánosnak köszönöm szépen, minden jót önnek, viszontlátásra. Köszönöm ennek, kezdj csak a... Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Átfogó ifjúságkutatás készült Magyarországon és a közép-kelet-európai régió nagy részében a Friedrich Ebert Stiftung és az Ipsos megbízásából. A kutatás célja az volt, hogy feltárja a 15-29 éves korosztály értékrendjét, valamint a politikai szerepvállalással és a fiatalok családmodelljeivel összefüggő attitűdöket. A szerzők a magyar adatokat a visegrádi országok kontextusában elemezték. A holnapi bemutató előtt a főbb eredményekről Szabó Andrea politológussal, az egyik társszervezővel beszélgetünk. Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na nézzük akkor a konkrét eredményeket. Ugye elhangzott az előbb, hogy leginkább a 15-29 éves korosztály értékrendjét, véleményét, preferenciáit vizsgálták. Mik a legfőbb megállapítások? Kezdjük akkor az értékrenddel, hogy ez itt mi minden jött ki ezzel kapcsolatban? Igen, hát nagyon kedves, hogy hívott, és azt kell, hogy mondjam, hogy a saját pályafutásom szempontjából is egy nagyon fontos kutatásról van szó. Már csak azért is, mert én már régóta foglalkozom vele, és mindig az a kifogás érte az ifjúság szociológusok munkáját, hogy jó, ismerjük a magyar fiatalokat, de mit jelent ez mondjuk régiós összehasonlításba? És a Friedrich Ebert Stiftung révén most sikerült egy olyan nagy kutatást végeznünk, ahol tényleg meg tudjuk nézni, hogy a magyar fiatalok értékrendszere hol helyezkedik el ebbe a mezőben.
Bíró Nagy András kollégámmal együtt készítettük ezt az anyagot Magyarországon, és 4 kifejezéssel tudjuk leírni a magyar fiatalok gondolkodásmódját. Ez az elégedetlenség, a konformitás, a passzivitás és a polarizáció. Mind a 4 fogalom, vagy pontosabban azért ezt a 4 fogalmat emeltük ki, mert ez az a 4 terület, ahol teljesen más a magyar fiatalok gondolkodásmódja, mint a V4-es fiataloké, 15-29 éves fiataloké. Azt kell, hogy mondjam, hogy a legeslegfontosabb ezek közül a polarizáció. Egyetlen más közép-kelet-európai országban sem látunk ennyire szélsőségesen megosztott fiatalságot, mint ami Magyarországon. Itt most politikai értelemben, vagy milyen vonatkozásban? Igen, így van, politikai értelemben. Tehát azt látjuk, hogy a magyar fiatalok valami más világban élnek akkor, hogyha ellenzéki gondolkodásmódúak, és teljesen más világ, abszolút más világban élnek, hogyha kormánypárti gondolkodásmódúak, és minthogyha a kettő között nem lenne átjárás. Tehát annyira szélsőségesen más magatartás, gondolkodásmód jellemzi ezt a 2 csoportot, hogy nyelvében, értékeiben abszolút módon másképpen látják a világot, és ami nagyon megdöbbentett bennünket, hogy ez a megosztás vagy megosztódás nagyon hamar kezdődik. Tehát ugye mindig arról szoktunk beszélni, hogy van a politikai szocializációnak egy performatív időszaka, egy ilyen kiemelt időszaka, ami hát mondjuk így az egyetemi időszakra vonatkozik, de most azt látjuk, hogy egyre lejjebb húzódik ez a bizonyos szélsőséges megosztottságnak a kezdete, vagy a csírája, amely szerintem bizonyos értelmében a politikának egy tudatos magatartásának az eredménye. Egyébként én láttam korábbi kutatásokat, erre mármint a fiatalok politikai szemléletével kapcsolatban, mint a társadalomkutató készített el ugye ezeket a kutatásokat, és ott a fő eredmény talán az volt, hogy elég jóckodnak a fiatalok egyébként a párt csatározásoktól, tehát hogy a pártpolitika, mármint ez az értelmem vett pártpolitika eléggé taszítja őket, sokkal inkább közösségi ügyekbe lehet őket bevonni, vagy abban talán aktívabbak. Igen, ismerem ezt a kutatást, sőt, hát nem titok, hogy én magam is részt vettem benne. Igen. Ezek 4 évente elkészített nagy mintás ifjúság szociológiai vizsgálatok, amit a Magyar Állam, illetve az Európai Unió finanszíroztak. Ez egy nagyon fontos kutatás, amiről beszélt, és igaza van. Úgy tűnik, hogy önmagában a pártpolitizálás az nem szimpatikus a fiatalok számára. Egyébként nem csak Magyarországon, hanem Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban is ugyanezeket a tendenciákat látjuk. Viszont ha megkülönböztetjük ettől a közéleti gondolkodást, a közéleti magatartást, tehát általában a társadalmi problémákat, például a környezetvédelmet, általában a társadalmi problémákat, például a szegénység, az elesettek segítése, akkor azt látjuk, és ez nagyon fontos eredmény, hogy kicsit másképpen viszonyulnak a fiatalok ehhez a kérdéshez. Nem igaz az a fajta nagyon leegyszerűsítő, már sztereotíp gondolkodásmód, hogy egyáltalán nem érdekli a fiatalokat a politika. Ezek a kérdések, tehát azok a kérdések, amik az ő hétköznapi világukat is érintik, nagyon is érdekli őket, és ami különösen érdekessé teszi a kutatási eredményeket, az tűnik ki, hogy az utóbbi időben ez még egy növekvő tendenciát mutat, ugyanakkor az is igaz, és ez meglehetősen sajnálatos, hogy a V4-es összehasonlításban még mindig a magyar fiatalok azok, akik legkevésbé érdeklődnek a közéleti kérdések iránt. Tehát önmagukhoz képest történt egyfajta elmozdulás, de ez még a V4-es összehasonlításban a legkevésbé intenzív érdeklődéssel. És egyébként ebből a szempontból, ugye egy 15-29 éves korosztályról beszélünk, mondjuk egy 15 évesnek, meg egy 29 évesnek azért lehetnek más szemléletei, szóval itt azért a kor szempontjából lehetnek komolyabb eltérések. Azért 15 éves korban talán még másképp gondolkozik az ember, mint mondjuk, nem tudom, 28-29 évesen, szóval elég nagy a szórás, csak erre célzom. Így természetesen teljesen igaza van. Azért nagyon fontos, hogy ilyen hosszú távú életkori csoportot fogjunk át, hogy ebben benne vannak ugye a középiskolások, benne vannak az egyetemisták, és benne vannak azok is, akik most kezdik a saját úgymond polgári életüket, és a polgárit most kérném szépen, hogy gondolják hozzá, hogy idézőjelbe tettem ezt a szót,
Tehát, hogy többfajta csoportot tudunk összehasonlítani, és természetesen fogunk is egy részletesebb elemzés során összehasonlítani. Azt kitűnik, hogy a 15-19 éves, tehát az alsó korhatárnál, mondjuk úgy, hogy a középiskolás időszakban nyilvánvalóan még kevésbé kiforrott értékekről beszélünk, sokkal inkább formálódó identitásról beszélhetünk, mint értékekről, de meglepő módon találunk benne kifejezetten érdekes dolgokat. Például a környezetvédelem az egy olyan témakör, amelyik már, vagy a környezeti problémák, hogy egészen pontosan fogalmazzak, amelyek már a legfiatalabbakat is nagyon érik. Hú, beszélünk majd még ezekről a kérdésekről, nagyon izgalmasan hangzik. Köszönöm szépen, Szabó Andrának. Szép napot ennek. Viszont hallásra. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes. Így van, jó reggelt kívánok, már is folytatjuk, tehát az aktuál 8 óra 5 perckor. Mindjárt Novák András kollégámmal beszélgetek, aki éppen Amerikában van. Elsősorban a COVID-helyzet lesz a téma. Aztán azzal folytatjuk, hogy egy román kórházban forgatott a Heti Napló stábja. György Gabriella riporter meséli majd el nekünk, hogy mit tapasztalt a helyszínen. A magyar helyzettel kapcsolatban pedig majd Sós Adriannával, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnökével beszélgetünk, vagy beszélgetek vele, elemezzük majd. Szó lesz természetesen a kötelező oltásról, meg persze arról is, hogy hogy bírják az orvosok, ápolók a negyedik hullámot. Aztán arról is szó lesz, hogy Szél Bernadett pert nyert Kövér Lászlóval szemben Strasbourgban. Az ítélet szerint, a házelnök Szél megfogalmazása szerint Kövér egy cenzor, úgyhogy erről is beszélgetünk majd. És itt lesz Rónai Egon kollégám is, kollégánk is, aki pedig Prima Primissima díjat vehetett át. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. És ahogy az előbb említettem, Novák András kollégám van itt a telefonban, egész konkrétan New Jersey-ből. Szia András, jó reggelt! Jó reggelt, szia Ági! Na, és ugye azt mondtam a hallgatóknak, hogy elsősorban a COVID helyzetről beszélgetünk, és ugye friss hír volt korábban, ugye, hogy elsőként Amerikában kezdték el oltani a gyerekeket, de mielőtt erről beszélgetünk, meg erről is mesélj majd először azt, hogy hogyan sikerült bejutni az országba, milyen feltételekkel, hogyan tudták kimenni, kell-e valamilyen tesztigazolás, hogyan működött mindez? Szia Ági, figyelj, én egy speciális esetben vagyok, ugye már voltam tudósítani a választásoknál, pedig ugye a kellős közepében volt a COVID, illetve amikor a balhé volt az Egyesült Államokban, tehát folyamatosan tudok jönni, nekem újságíró vízumom van, tehát tulajdonképpen ez egy tényleg egy speciális eset. A turisták ugye ESTA-val jöhetnek, az úgynevezett elektronikus vízum, amelyet ugye egy hónappal ezelőtt döntött úgy Joe Biden, hogy lehet jönni a világon szinte mindenhonnan. Nagyon érdekes, hogy ebben az egy hónapban hihetetlenül sokan érkeztek, megteltek a szállodák, tele van a Times Square, nagyon sokan jöttek. Na, ennek örömére tegnap úgy döntöttek, hogy akkor elkezdenek szigorítani. Pont a tegnapi napon döntöttek úgy, hogy már nem 72 órás PCR-tesztel, hanem 24 órás PCR-tesztel lehet belépni az Egyesült Államokba. Az Omikron variáns miatt pedig 8 afrikai országból megtiltották a beutazást az Egyesült Államokba. Ugye most a világon 40 országban mutatták ki ezt az úgynevezett Omikron variást. Itt az Egyesült Államokban egyébként 17 államban. Ebből a 40 országból folyamatosan figyelik, hogy hogyan alakulnak a számok. És hát a rossz hír az utazóknak, hogy bármelyik nap dönthetnek úgy, hogy egyes országokból újra megtiltják a beutazást, tehát tulajdonképpen egy hónapig volt habzsidőzsi, és lehetett jönni szabadon, mostantól 24 órás teszt kell, és bármikor azt mondhatják egy országra, hogy túl sok az eset, túl sok az omikronos eset, és megtiltják. Ezért mindenkinek ajánlom, aki most jegyet vásárol, vagy jegyet szeretne venni a szállodát foglalt, hogy mindenképpen tegyen hozzá olyan biztosítást, hogy visszakapja a pénzét, mert attól, mert valaki megvette a repülőjegyét, és most nagyon drágák a jegyek, mert nagyon-nagyon sokan szeretnének jönni, pontosan azért, mert ugye majdnem egy évig, vagy több mint egy évig be volt zárva az Egyesült Államok, ha megtiltják, akkor ugye nem lehet visszakapni a repülőjegy árát.
Ugye az előbb említettem, hogy arról is már megjelentek az információk, hogy ugye Amerikában elkezdték oltani a gyerekeket. Itt ugye a fiatal korosztályról van, tényleg fiatal, vagy a gyerekekről van szó. Erről van-e valamilyen jelzés vagy információ? Tudsz erről valami frisset mondani? Igen, a világon ugye Izrael mellett az Egyesült Államok, ahol az 5-11 éveseket már oltják az úgynevezett Pfizernek egy ilyen egyszerűsített vagy könnyített változatával. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az ampullában a felnőtt adagének az egyharmadát teszik be. És amikor elkezdődött ez kb. 2 vagy 3 héttel ezelőtt, akkor egy óriási kampányt indítottak, hogy minél többen oltsák be a gyerekeket. Például 2 városban, New Yorkban és Chicagóban is úgy kezdték el reklámozni a gyerekek oltását, hogy minden gyerek, aki beoltatja magát, $100 kap, már nem a gyerek, hanem a szülő, de tulajdonképpen azt akkor költheti a gyerekére. Egyébként nagyon-nagyon szívesen viszik, akivel beszéltem és találkoztam velük, nincsen averziójuk azzal kapcsolatban, hogy a gyerekek ne kapják meg az oltást, tehát szívesen viszik a szülők. A legjobb példa New York, itt már több mint 80%-os az átoltottság, ez most nem a gyerekekre vonatkozik, hanem általában, tehát úgy szívesen, vagy úgy gondolják az emberek, hogy hasznos, fontos beoltatni magát mindenkinek. Szóval egyelőre ez a kampány megy, folyamatosan reklámoznak rádióban, szinte minden tévécsatornán óránként elmondják, hogy menjenek oltani az emberek, nagyon könnyű, elmegy az ember a patikába, és tulajdonképpen 5 perc múlva kitölti a papírokat, 5 perc múlva megkapja az oltást. Ugye most már a harmadik oltásról beszélünk, például a Pfizer esetében. Szóval nagy a kedv, de hát még mindig nem elég, hiszen rengeteg az eset most is, tehát napi szinten több mint 90 ezer új esetet mutatnak ki. Azt kell, hogy mondjam, hogy július, augusztus óta folyamatosan emelkedő számok vannak az Egyesült Államokban. Gyorsan mondom az adatokat, teljesen megdöbbentő. Pár ezer hiány, 50 millió covidos van az Egyesült Államokban, és eddig több mint 800 ezeren haltak meg. Nagyon érdekes, hogy bár vizsgálják az Omikron variást, az esetek 99,9%-a az a delta variáns. Hogyan fogadják egyébként az emberek a korlátozó intézkedéseket, a maszkozással, hogy állnak, tudják-e tartani a távolságot? Szóval mit tapasztalsz mondjuk így az utcákon, vagy akár a beltéren? Nagyon érdekes. Egy kicsit más a stílus, mint Európában. Azt kell, hogy mondjam, hogy beltéren például nem kötelező a maszk, nagyon sok helyen nem kötelező a maszk, de ajánlott. Tehát mondok egy példát, a foci meccseken nem kell maszkot viselni, ennek ellenére nagyon sokan hordják. Az üzletekben, a bevásárló központokban nem kell a maszk, de ajánlott. És képzeld el, számomra is meglep, hogy az emberek 90%-a hord maszkot. Ugye, mivel otthon is kötelező, nekem is automatikusan ott van a zsebembe, vagy beteszem a nadrág zsebébe, és lépek be, akkor veszem fel, mert ugye most az elmúlt időszakban otthon ez volt a szabály, és képzeld el, hogy az embereken van, és amikor egyszer-kétszer elfelejtettem, akkor nem szólnak érte, tehát nem probléma. Ennek ellenére azt gondolja mindenki, és ezt azt mondom, őszintén mondhatom, hogy felelősséggel tartozunk egymás iránt, szívesen hordják a maszkot. Egyelőre még nincsen szigorítás, független attól, hogy a napi esetek száma, mondom, folyamatosan emelkedik, és nagyon-nagyon kérnek mindenkit, hogy figyeljenek oda. Tegnap a tegnap előtti hír, vezető hír volt, hogy egy család 7 gyereket úgy engedett iskolába, hogy covidosak voltak. Tényleg ez lett a vezető hír, és 75 gyereknek kellett karanténba menni. Óriási felelőtlenség volt a szülők részéről. Mindenki erről beszél, hogy tehették ezt meg. Hát egy egész iskolát veszélyeztettek, és mondom, 75 gyereket karanténba zárni. Egy 2 buta szülői döntés miatt, hát ez itt óriási felháborodást keltett. Novák Andrásnak köszönöm szépen a beszámolót, meg a friss információkat. Szia, és szép napot neked! Szia, köszönöm szépen! Szia. Hello! Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A Heti Napló riportere György Gabriella bejutott egy Covid osztályra Romániában. Riportot forgatott a kórházban, ahol pár hete még annyi koronavírus fertőzöttet ápoltak, hogy a folyosón is beteg ágyak sorakoztak. Mindez abban az országban, ahol az egyik legalacsonyabb az átoltottság az Unióban. Itt mitől javulnak a mutatók, mit látott, hogy sikerült bejutniuk, és mennyire volt megterhelő lelkileg? Erről is kérdezzük György Gabriellát. Így van, már itt van velünk a telefonban. Jó reggelt, szia! Gabi. Jó reggelt, Ági, köszöntöm a Spirit FM hallgatóit. Hú, hát nagyon sok kérdés elhangzott már itt a bejátszóban is, szóval mesélj, mit tapasztaltál?
Mit láttál? Milyen volt? Hát nagyon, nagyon megrázó volt az egész látogatás. Igazából szerencsére most már javulnak a járványügyi mutatók Romániában, tehát ahhoz képest, ami október közepe vége felé volt, ahhoz képest jobb állapotok mutatkoztak, tehát azt lehet mondani, az aradi Covid kórházban jártunk, és ott még akár volt olyan kórterem, ahol volt üres ágy is. Ez mondjuk nem volt elmondható október vége felé, ahol amikor gyakorlatilag 50-60 beteg várt arra, hogy ellássák, a sürgősségi osztályon sorakoztak, és ahogy megürült egy darab ágy, azonnal befektették a Covid osztályra, de 50-60 ember csak arra várt, hogy egyáltalán ágyat kapjon. Úgyhogy így jutott el az ország abba a helyzetbe, hogy nemzetközi segítségért kellett folyamodni. Tehát ez nem csak az aradi kórházra volt jellemző, hanem Romániában több kórházra is, és hát Magyarország is segített, és tulajdonképpen így 50 beteget Szegedre, illetve Debrecenbe is vittek. Úgyhogy, és ezen kívül, Magyarországon kívül még 7 másik ország is segítséget nyújtott valamilyen módon, tehát azt lehet mondani, hogy tényleg az összeomlás szélére sodródott a román egészségügy. Ugye mások is, azt, ha jól emlékszem, utána a CNN is forgatott ott, és ők úgy fogalmaztak, hogy mintha a pokolban lennénk, vagy háborúban, és hogy olyan érzése volt a tudósítónak, úgy fogalmazott, mintha állandóan háborús készenlétben lennének, mármint az orvosok, ápolók. Szóval hogy bírják az orvosok, az ápolók ezt a helyzetet kezelni? Hát pont ezt a szót, ezt a háborús készültséget használta Simon Repolszky Erika főorvosasszony, aki végigvezetett engem a Covid osztályon. Ő is azt mondta, hogy ha bár még szerencsére életében nem élt meg háborút, de hogy körülbelül ilyen lehet. Tehát azt mondta, hogy 12-14 órákat dolgozik, a családját alig látja, és egyébként ők különösen terheltek voltak ebből a szempontból, mert a férje urológusként is Covid osztályon dolgozik, tehát a család teljes mértékben érintett sajnos, és a gyerekei már panaszkodnak, hogy nem igazán látják az anyjukat, úgyhogy gondolhatod, hogy lelkileg is és fizikailag is nagyon megterhelő volt ez az időszak, ez az elmúlt másfél év nekik. Tehát épp, hogy megkönnyebbültek volna két hullám között, és már jött a következő. Tehát azt mondta, hogy rengeteg szabadságuk van, amit nem tudtak kivenni, mert egyszerűen nem volt rá idő. És mit tapasztaltál egyébként, hogy milyen a felszerelés vagy felszereltség a kórházban? Gondolok itt akár lélegeztetőgéperekre, de egyéb felszerelésekre is, illetve én például ebben a másik riportban is azt láttam, hogy nem minden orvoson van például ez a teljes szkafanderszerű beöltözöttség. Szóval mit tapasztaltál ezzel kapcsolatban? Mi tulajdonképpen egy nagyon új, egy pár éve épült kórházban voltunk. Ez alapvetően egy tüdőgondozó volt még a Covid előtt, tehát azt lehet mondani, hogy teljes mértékben fel voltak készülve, nem is panaszkodott ezzel kapcsolatban az orvos, akivel beszéltem, viszont hát ott is létszámhiánnyal küzdködnek, tehát azt elmondta, hogy legtöbben Nyugat-Európába mentek ki dolgozni, és hát igazából sajnos Romániából sokszor érkeznek olyan hírek, hogy hát kigyulladt egy-egy kórházi osztály, és ez nyilván az idős öreg épületekre jellemző, mert hogy hát a legtöbb már egy 50-70 éves kórházak vannak ott, és tulajdonképpen annyira elavult az áram ellátás, a vezetékek, hogy ezeket az új berendezéseket, ezt a lélegeztetőgépet egyszerűen nem bírja a terheltséget. És nagyon gyakran előfordul, hogy hát mivel egy oxigéndús környezet van ezekben a kórtermekben, elég egy kis szikra, és többször is, hát igazán tavaly novemberben, idén azt hiszem 2-3 ilyen történet volt, hogy kigyulladt egy-egy kórház, és egy, hát sajnos bent égtek betegek, Covid osztályon fekvő betegek, őket nem tudták kimenteni, tehát ilyen a helyzet Romániában. Ahogy említettem, mi azért egy ilyen teljesen új kórházban voltunk, tehát ott nem ilyen állapotok voltak. Ugye nagyon érdekes, mert Romániában azért elég magas az oltás szkeptikusoknak a száma, ugye az átoltottság is azért elmarad a többi európai országhoz képest. Kaptál esetleg bármilyen információt arról, hogy mi lehet ennek az oka, vagy tudtál ott esetleg orvosokkal, ápolókkal, vagy akár betegekkel erről beszélni, vagy erre nem volt lehetőség?
Igen, igen, persze, megkérdeztem több beteget, és bárkit szólítottam meg, egyébként nem volt beoltva. Tehát az intenzív osztályon ott nyilván nem tudtam sajnos betegekkel beszélgetni, mert ők hát öntudatlanul fekszenek, és mély altatásban vannak, de ott 95%-os azoknak az aránya, akik nincsenek beoltva, tehát az intenzív osztályon. De a Covid osztályon ugye sikerült beszélgetnem néhány emberrel, és hát volt, aki azt mondta, hogy a Facebookon hallotta, olvasta azt, hogy az oltásnak mellékhatása van, és emiatt nem oltatta be. Volt, aki egyszerűen nem adott magyarázatot. Kérdeztem, nem oltatta be? Nem, nem oltatta. Tehát, hogy az orvos azt mondta egyébként, hogy nagyon sokszor a social media, tehát a közösségi média az, ami hatással van az emberekre. Illetve hát az is, hogy azt mondta, hogy elég sokan vallási okokból döntenek úgy, hogy nem kérik az oltást, mert mondjuk a templomba vagy bármelyik ilyen vallási intézményben arra szólítják fel őket, hogy ne kérjék. Tehát a vallási vezetők is felelősek ezért, illetve hát politikusok is, mert van egy elég radikális párt, aki az egyik szenátor, a Diana Sosoaka, az, aki rendszeresen posztol Facebookon olyan videókat, amiben tulajdonképpen megpróbálja az embereket megállítani, egy oltóközpont elé beáll, és hát a testével akadályozza meg, hogy valaki felvegye a vakcinát, és tulajdonképpen olyanokat kiabál, hogy gyilkosok az orvosok. Ezt Facebookon közvetíti, és hát nagyon sok emberhez eljut így a közösségi médián keresztül, úgyhogy sajnos ilyen ezek az okok vezetnek odáig, hogy az emberek nem oltatják be magukat. Nagyon-nagyon. Most 40%-os az átoltottság. Igen, igen, nagyon tanulságos. Egyébként a riport ugye tegnap került, már mint a te anyagod, ugye tegnap került adásba a Heti Napló Facebook oldalán, viszont még bárki visszanézheti. Úgyhogy köszönöm szépen a beszámolót. Köszönöm szépen. Köszönöm, szépen, Mági. Szia. Szia, szia, szia. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Megjelent az egészségügyi dolgozók szolgálati elismerésének kifizetéséről szóló kormányrendelet. Eszerint a 25, 30 vagy 40 év szolgálati jogviszonnyal rendelkezőknek december 31-ig ki kell fizetni a díjakat. A Független Egészségügyi Szakszervezet tagjai ügyében levelet küld a foglalkoztatónak, mert tapasztalatuk szerint csak külön felszólítás után hajtják végre a jogszabályt. Erről is kérdezzük Sós Adriánát, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnökét, illetve arról is, hogy bírják az egészségügyi dolgozók a negyedik hullámot. Így van, Sós Adriána velünk itt van már a vonalban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Ha megengedi, akkor kezdjük már azzal, amit a bejátszóban az utolsó mondat volt, pontosan azért, mert ugye György Gabriella kollégámmal beszélgettem, aki ugye elmesélte, hogy mit tapasztalt Romániában, Covid kórházban, hogy akkor térjünk már át erre, hogy mi a helyzet most, hogyan bírják ápolók, orvosok ezt a bizonyos negyedik hullámot, mert eléggé ellenmondásos információk látnak napvilágot ezzel kapcsolatban. Ön mit tapasztal, mik a visszajelzések? Hát azt tapasztalom, hogy nagyon nehezen bírják. Igaz ugyan, hogy a kórházban ápoltak száma valamivel kisebb, mint mondjuk az első negyedében, vagy másik negyedében volt. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy nagyon sokan nagyon súlyos állapotban vannak, tehát a halálozási szám megint igen magas, és azt is tudni kell, hogy kevesebb az egészségügyi dolgozók száma, különösen a szakdolgozóké, hiszen az a túlterhelés, ami most már nagyon hosszú ideje van, illetve hát az a bérfeszültség, ami továbbra sem oldódott meg, hiszen az ő bérük még mindig a szakdolgozóké, vagy a műszaki gazdasági területen dolgozók, és mindig alacsony, és az orvosokhoz képest meg relatíve még inkább alacsony. Ez továbbra is komoly feszültséget jelent a dolgozók körében, és hát emiatt is a kötelező oltásokkal kapcsolatos ellentmondások miatt is elég sokan elmentek. Tehát azt néztem, hogy kétszer annyian állnak most a munkanélküli ellátásban, vagy kétszer annyian keresnek állást azok közül, akik az egészségügyben mentek el, mint a múlt évben.
és hát emiatt... Tehát akkor ez ennek az oka tulajdonképpen egyrészt, majd beszélj meg mindjárt akkor a kötelező oltásról, de ez az egyik oka, illetve a túlterhelés meg a pénz, mert ugye ez a ezt a három okot említette. Így van, tehát a legnagyobb ok a pénz, ez több felmérésünk igazolja, hogy alacsonyak a bérek, ahhoz képest, a munkához képest, és ahhoz képest a terheléshez képest, amiben itt ezek az emberek dolgoznak, és csak akkor több, hogyha nagyon sokat dolgoznak, és akkor eljutunk a második okhoz, az igen magas túlterheléshez, tehát heti 70 órát is dolgozik sokszor egy egészségügyi dolgozó, még az is előfordul többet, és ezt nem lehet tartósan bírni, ezt nem bírják a családok, és hát emiatt is többen elmennek a szakmából. Most ugye nem nagyon tudnak, mert nem tudnak felmondani, és hát ez is ez a kötelezés, hogy nem mehetsz el, hogy kötelező fölvenni az oltást, akkor is kötelező, ha két hete estél át a vírusbetegségen. Tehát ezek mind azért elég nehezen viselhetővé teszik az emberek számára a sok túlmunka mellett, a szkafanderbe végzett, igen, kényelmetlenül végezhető munka mellett az itteni helytállás. Beszéljünk akkor egy picit a kötelező oltásról. Ugye az Alkotmánybíróság ugye elutasította itt az egészségügyi dolgozó kötelező oltását előírő kormányrendet elleni ugye alkotmányjogi panaszokat. Ennek milyen visszajelzése volt, és hát főleg az indoklásnak, ugye, mert itt például a Horváth Ildikó ugye ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy mármint az előírt oltási kötelezettséggel kapcsolatban, hogy ugye az egészségügyi dolgozók nyilván fokozottan ki vannak téve a fertőzés veszélyének, és ami egyúttal forrása nyilván a vírus terjedésének is, tehát hogy ez az indok, és ezért az Alkotmánybíróság is ugye elutasította a panaszokat. Szóval ennek mi a vissza, vagy hogy hatott ez? Hát ugye van egy kör a dolgozók köréből, aki nem volt hajlandó beoltatni magát, azoknak a jobb viszonyát fel is mondták, ugye közülük többen még most is állást keresnek, hiszen ez nem csak az állami rendszerben volt igaz, hanem sehol az egészségügyi ellátórendszerben nem lehet oltás nélkül dolgozni. Mi ezzel teljes mértékben egyet is értünk a betegek érdekében és a dolgozók érdekében is, hiszen nagyon sokan megbetegedtek korábban, ők maguk is, és elég sokan sajnos nem is érték túl ezt a súlyos betegséget, és mivel most ugye megint már lejárt náluk is sok esetben az oltás ideje, ez aktuálisra tette a harmadik oltást, megint látjuk, hogy elég sok a dolgozók között is a megbetegedés, ami továbbra is ugye azt is jelenti, hogy sokan kiesnek emiatt is a munkából. Itt inkább azt lehet kifogásolni, és most már a harmadik oltásnál sokan azt kifogásolják, hogy azok, akiknek igen magas a védettségi szintje, mert átestek a betegségen, azoknál sincs tolerancia. Tehát ezt teszik leginkább most már szóvá, a többség egyetért azzal, hogy a saját és mások védelmében ez az oltás, ez hasznos. Nyilván az, hogy látjuk ma már, hogy az oltás mellett is meg lehet megbetegedni, ez egy kicsit nehezíti a meggyőzést, de mi is tényleg azon vagyunk, hogy védjük a dolgozókat, magukat, a betegeket, tehát az oltás ellen itt nincs fellépés, de sajnos azért emiatt is néhány ezer ember. Csak egy tényleg egy nagyon gyors választ várnék öntől, hogy aki nem oltatja be magát és egészségügyi dolgozó, orvos vagy ápoló, az mivel indokolja ezt? Hát félnek, leggyakrabban a mellékhatásoktól félnek, ez a leggyakoribb ok. És hát itt is terjednek néha furcsa nézetek, de a leggyakrabban inkább a mellékhatásoktól félnek. Ebben kellene nagyobb meggyőzés, hogy itt a kockázat azért, ha nem is teljesen kizárható, de sokkal alacsonyabb, mint a megbetegedés esetén. Sós Adriánának köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Szép napot ennek. Viszontlátásra, minden jót. Köszönöm, viszontlátásra. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
Tudatosan készülnek a télre a magyar autósok, a legtöbben a gumicserével és a téli szélvédő mosó feltöltésével kezdik, ugyanakkor a megkérdezettek közel fele csak akkor foglalkozik a teendőkkel, amikor az első hidegeket jelzik a meteorológusok, derül ki a MOL reprezentatív kutatásából. Mit tehetünk a biztonságos közlekedésért? Erről is kérdezzük Orosz Andrást, a MOL kiskereskedelmi vezetőjét. Orosz András pedig már itt van velünk a telefonban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye elhangzott az előbb az, hogy tudatosan készülnek a térre a magyar autósok. Ezt boncolgassuk már egy kicsit, szóval mennyire vagyunk mi tényleg tudatosok? Ugye itt elhangzott, hogy mi jut egyáltalán eszünk be, legfeljebb a téli gumira figyelünk oda, de miközben egy csomó minden egyébre is kéne még. Szóval mennyire vagyunk mi tudatosak? Hogyan készülünk a térre? Szerintem a helyzet mostanában azért lényegesen jobb, mint akár 5-10 évvel ezelőtt. Egyrésztről nyilvánvaló az, hogy nem nagyon szeretnénk télen letenni az autót. Tehát 79% az embereknek ugyanannyit használja a személygépkocsiját télen, mint nyáron. Talán a téli gumi volt az első fecske ebben, amiben a legnagyobbat léptünk, de az, hogy a szélvédőmosót feltöltjük, az, hogy bekészítünk, ugye hát most hétvégén esett az első hó, tehát mindenki észbe kapott, hogy van-e valami kefe, vagy valamilyen eszköz, hogy le lehet takarítani a szélvédőt, hogyha indulunk. Az, hogyha valakinek dízelautója van, akkor ilyenkor prémium üzemanyagot tankol, hogy a hidegben is könnyebben tudjon indulni, ez egy elég általános probléma. És hát megnézzük azt, hogy valóban megvan-e télire az a minimum bekészítésünk, amire szükség van. Ne felejtsük el, 10-ből 4 autó ma még az utakon 15 évnél idősebb. Itt azért a tél az kemény megpróbáltatások elé. Igen, épp ezt akartam is kérdezni, ez nagyon jó is, hogy felhozta, hogy ez ugye 10-ből 4 autó 15 évnél idősebb, ahogy az előbb említette. Itt jobban oda kellene figyelni, vagy más típusú előkészületre van szükség, mint akár mondjuk picit modernebb vagy fiatalabb autó esetében? Mindenképpen. De egyrésztről nyilván itt azért már a kopás, az elhasználtság, maga a technológia is, egy 15 évnél idősebb autó esetében azért messze-messze elmarad a mai kornak már a lehetőségeitől. Jobban kell rá figyelni, jobban, egy kicsit többet kell rá áldozni, előkészíteni arra, hogy valóban jól bírja a hideget. Itt ne gondoljunk nagy dolgokra. Itt tényleg minden megvan, minden lehetőség arra, hogy ezeket az apróságokat megcsináljuk, mint ahogy meséltük, a téli gumi, a szélvédő most, az, hogy fel legyen töltve mondjuk az akkumulátor. Egy régebbi autónál, hát még én magam is emlékszem, hogy ezzel kapcsolatban a desztillált vizet, azt hogyan töltöttük utána az akkumulátornál. Ma már egy modern autónál magát megtalálni az akkumulátort is talán ezzel. Ugye sokan felvetették, hogy létezik most már ez a bizonyos 4 évszakos gumi, amelyet ugye egyszer kell felrakni, és aztán pár évig így meg lehet spórolni a cseréknek, vagy akár a tárolásnak a gondját, költségét. Ez mennyire elterjedt, és mennyire jó megoldás, ön hogy látja? Egyre elterjedtebb. Azt gondolom, hogy ez két iskola. Vannak, akik szentségtörésnek tartják a 4 évszakos gumit, és arra esküsznek, hogy igenis a professzionális téli gumi és a nyári gumi a jó megoldás. Van, aki azt mondja, hogy hát ez a technológia ezt a kényelmet tudja szolgálni. Én azt gondolom, hogy mindenképpen jobb, hogy ha nem akarunk téli és nyári gumival vesződni, vagy ezt kényelmetlenek érezzük, akkor mindenképpen 4 évszakos gumit válasszunk. Aki pedig ebben hisz és tud rázozni, ott a kifejezetten téli az nyilván a rossz időben, a hóban, a nagy fagyban mindenképpen jobb. Egy az, amit ne csináljunk, a nyári gumit hagyjuk meg télire, mert az elképesztően baleset lesz. Úgy említette ön is, hogy leesett az első hó tegnap, bár a nagy része igaz, hogy elolvadt már, és ugye itt Magyarországon már nem nagyon szokott lenni azért túl nagy hó, de azért mégis talán érdemes megemlíteni a hólánc kérdését. Ezt egyáltalán mennyire kell mondjuk itt Magyarországon ezzel foglalkozni, de nyilván, hogyha külföldre utazunk, akkor azért erre oda kell figyelni.
Hát ugye mindig észreveszünk, amikor itt Magyarországon leesik a hó, akkor hirtelen majdnem megáll az élet, és arról panaszkodunk, hogy az utak azok mennyire takarítottak, vagy nem takarítottak. Azért ez itthon kevésbé jellemző probléma, és hát sajnos most a pandémia miatt kevesebbet járunk külföldre síelni, de ne felejtsük el, hogy amikor még lehetett, és reményeink szerint azért majd lehet a környező országba síelni menni, ott kötelező, és annyira kötelező, hogy meg is állíthatnak minket, és meg is kell mutatni, hogy rendelkezünk hólánccal. Úgyhogy ezt mindenképpen javaslom, hogy legyen a csomagtartóba, és hát ha még egy ilyen apró tanácsot adhatnék, annál szörnyűbb, mint amikor szükség van rá, és akkor találkozunk azzal, hogy megoldhatatlan feladat a feltétele, az egy nehéz dolog, úgyhogy lehet, hogy előzetesen érdemes azért elolvasni, hogy valóban, ha probléma van, akkor föl is tudjuk felelni ezt a problémát. Orosz Andrásnak, a MOL kiskereskedelmi vezetőjének köszönjük szépen a hasznos tanácsokat, információkat. Viszontlátásra mindjárt. Köszönöm, videót. Szép napot! Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Szél Bernadett pert nyert Kövér Lászlóval szemben a strasbourgi bíróságon. Szél azután fordult a bírósághoz, hogy a házelnök egy 2015-ös napi rendelőtti felszólalásakor előzetes figyelmeztetés nélkül megvonta tőle a szót, vagyis kikapcsolta a mikrofonját a parlamentben. Az ítélet szerint, idézem, így nem állapítható meg, hogy a kérdéses intézkedés megfelelt volna az országgyűlési törvényben előírt eljárásnak, ezen kívül közvetlen cenzúra volt. A telefonnál Szél Bernadett független országgyűlési képviselő. Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugyan azt mondta ezzel az ítélettel kapcsolatban, hogy akkor innentől kezdve kiderült, hogy a magyar parlament nem demokratikus, mert hogy ez volt az első ilyen ítélet ezzel kapcsolatban. Mi következik ezek után, vagy mi következik ebből? Hát egy olyan országban, ami demokrácia lenne és jogállam, abban a pillanatban távozva ezen a pozícióból, és sűrű elnézést kérne az, aki kinevezte őt a történtekért. Nyilván Magyarországon én azt látom, hogy a propaganda média ezt teljes mértékben elhallgatta ezt az esetet, tehát jól mutatja az országunk megosztottságát, hogy még a szabad médiában bőven volt erről szó, és a közösségi médiában is rengeteg kérdést kaptam, és nagyon-nagyon élénken érdeklődtek az emberek, hogy pontosan mi történt, meg miért is jelent ez szintáttörést, addig az ország másik fele, amit a Fidesz úr ellen nem hagyható tudomást venni arról, hogy Kövér Lászlóról kiderült az, hogy gyakorlatilag nem házelnök, hanem egy nettó cenzor. Uh-huh. Ugye akkor beszéljük, majd mondjuk már el tényleg a részleteket, mert nagyon szívesen. Többször elhangzott, ugye, hogy egy 2015-ös eseményről van szó, még csak 2021 végén vagyunk, úgyhogy érdemes talán felidézni, illetve nagyon kíváncsi lennék a pontos indoklása, meg egyáltalán a menetrendjére, hogy hogyan jutottunk idáig. Igen, tehát 2015-ben volt valóban, egy napirend előtt itt tartottam, és a magyar munkavállalók helyzetéről volt szó. Érdekes innen a pandémiából visszatekintve, és ilyen nagyon sajátos jelzés, hogy Kövér akkor kapcsolta ki a mikrofonomat, amikor pont az egészségügyi dolgozók helyzetéről beszéltem. Talán jobb lett volna, hanem kikapcsolja. De mit is mondott pontosan, ami miatt kikapcsolta? Két dolog lehetett. Ugye arról beszéltem, hogy hol ég a ház Magyarországon, és soroltam fel azokat a munkavállalókat, meg a külföldre távozott százezreket, akik effektíve rosszul jártak a Fidesz intézkedéseivel, és a akkori pártársaim egy ilyen kis nem tudom, papírt tartottak a kezükben, és rá volt írva például, hogy kivándorolt százezrek egészségügyi dolgozók, tehát ilyen különböző szemléltetés zajlott. Egyébként az akkor még nem volt tilos. Tehát az OGTV-t, az országgyűlés életét szabályozó törvényt, azt 19-ben változtatták talán, akkor vezették be, hogy nem lehet papírt se föltartani. Aminek nagyon durva volt, hogy Kövér egyre jobban felhúzta magát, és akkor, amikor az egészségügyi dolgozókra rátértem volna, akkor kikapcsoltam a mikrofonomat, és ez nagyon durva, hogy ez megtörtént, de az is, hogy előtte nem figyelmeztetett, és ezzel sérti ő a saját maga által alkotott törvényt, hiszen ha megfigyelik a parlamenti előadásokat, akkor szoktam mondani a házelnök ilyen fenyegetőző, hogy mindjárt kikapcsol a mikrofonját, vagy kénytelen leszek elvenni öntől a szót, vagy hasonló dolgokat mondogatnak onnan a pulpitusról. Ezt azért teszik, mert figyelmeztetni kell, hogy itt a képviselőt történni fog valami, lehet, hogy nem figyelmeztetett. Egy picit meséljen már magáról a procedúráról, mármint a jogi procedúrával. Most nyilván nem a jogi kifejezésekre vagyok kíváncsi, de magára az, hogy az indoklás az konkrétan mi volt, illetve hogyan indoklás.
indokolta azt, hogy most innentől kezdve cenzornak lehet hívni Kövér Lászlót, már mint a bíróságos. Igen, hat év telt el, ez azért is fontos, a pandémia nyilván nem segített az ügyön, de hogy itt tényleg egy olyan helyzet állt fenn, amiben a saját törvényünket is megsértett. Tehát a saját törvényét is megsértette a Kövér László, és egyébként ilyenkor az az elvárás, hogy először minden hazai orvoslatot ki kell meríteni. Tehát, hogyha egy ilyen tapasztalunk, alkotmánybírósághoz kell menni, akiknek ugye jól tudjuk, hogy nincsen határideje, és utána lehet Strasbourghoz fordulni. És Strasbourgban ez egy elég bonyolult eljárás, én ezt a fizikailag is ott voltam, van egy nemzeti bíró is a grémiumban, ez egy háromtagú grémium volt, akik döntöttek, és hát ez az a helyzet, hogy a Strasbourg leginkább a szó megvonásra érzékeny, mert hogy az... Ilyen direktben még soha nem írták le, most háromszor is leírták, hogy cenzúrát gyakorlott, cenzúrált a házának, és ez elfogadhatatlan, mert hogy különösen védik a képviselők vélemény és szólás szabadságát. Tehát ez nagyon mindenkiét, de az, hogy egy nemzeti parlamentben egy ilyen dermesztő hatású eszközt alkalmaznak, és ez a dermesztő hatás, ez freezing effect, ez angolul így hangzik, és ezt azért írták le már korábban is, mert ez alkalmas arra, hogy a képviselőket arra kényszerítse, hogy úgy fogalmazzanak, hogy nehogy a házának elvegye tőlük a szót, és ezáltal megvonja a szabad képviseletnek meg a szabad véleménynyilvánításnak a nyomát, ha ezen kell erőlködni. Na, erre nagyon érzékeny Strasbourg, és most is ez történt, hogy most az a szintátörés, hogy direkt leírták azt háromszor, hogy ez már cenzúrázás volt. Ugye ez, ami önnel történt azóta, már mint 2015 óta azért jó párszor megtörtént már a parlamentben, a legkülönbözőbb ügyekben, a legkülönbözőbb formában, már mint az, hogy kikapcsolták különböző képviselőknek a mikrofonját. Ezek szerint minden ilyen alkalommal érdemes lenne Strasbourghoz fordulni, és miért nem teszik akkor ezt meg a képviselők? Én úgy tudom, hogy fordulnak képviselők Strasbourghoz, és elég nagy üzem van ott ezzel kapcsolatban, tehát itt voltak nagyon súlyos fizetés megvonások is, amik teljesen jogtalanok. Azóta már nagyon sok minden történt a parlamentben, ezt azért én is látom, tehát tényleg volt ott minden, és ez önmagában jól mutatja, hogy már ez a 15-es eset mekkora jogtalanság, tehát az, hogy ott, amikor még úgy meg lehetett szólni nagyjából, már ott is teljesen szembe mentek a demokratikus jogállami működéssel. De most azóta ezek a perek, ha végig mennek, meggyőződésem, hogy nagyon sok nyertes per lesz. És ez viszont nagyon fontos, hogy ez eddig nem szabad volna eljutni, és Kövéréknek, Kövér Lászlónak, a Fidesznek, Orbán Viktornak sokkal korábban kellett volna kapcsolnia, hogy elmentek egy olyan irányba, aminek már semmi köze ahhoz, hogy amit jogállamnak nevezünk. Tehát Varga Judit onnantól elkezdte például, hogy Kövér Lászlóról kimondták az cenzúrázott magyar parlamentben, egyel kevesebb indoka lesz arra, hogy arról próbáljon beszélni, hogy a közép-kelet-európai államoknak egy sajátos jogállamisága van, ugye erről szokott beszélni, nincs. Tehát ahol cenzúráznak a parlamentben, ott semmilyen jogállam nincs. És mit gondol egyébként, hogy ez az ítélet mondjuk visszatartja, majd vagy vissza fogja tartani Kövért a hasonló intézkedésektől, vagy lehet ennek bármilyen hatása, akár rá konkrétan, vagy bárki másra? Igazából ezt nem szeretem ezt mondani, de én ez elő tudna erre válaszolni, erre a kérdésre, hogy én mit gondolok, én egy dolgot tudok, az, hogy nem mi vagyunk rosszul összerakva, és nem mi vagyunk azok, akik nem tudom, elfogadhatatlanul viselkedünk, vagy nem úgy viselkedünk, ahogy kellene a magyar parlamentben, hanem ők azok, akik a hatalmukat úgy használják föl, ami direktbe szembe megy azzal, amire mi felesküdtünk. Ugyanis mi arra esküdtünk fel, hogy mint 15-ben is az egészségügyi dolgozókat, a kivándorolt százezeket, a tanárokat, a bölcsödei dolgozókat, mindenki mást képviselünk, akiről úgy látjuk, hogy a hatalom veszélyezteti az ő érdekeiket. És ők azok, akik egy ilyen pillanatban kikapcsolják a mikrofon. És ez cenzúrázás. Tehát innentől elkezdve nekünk papírunk van arról, hogy egész egyszerűen, ami a magyar parlamentben zajlik, az nem a mi hibánk, az az ő hibájuk, ezért ők felelősek, és ezért őket el kell számoltatni. Az ellopott milliárdokért is, de azért is, hogy nem hagynak minket képviselőként dolgozni. Uh-huh. Szél Bernadett független országgyűlési képviselőnek, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Viszont hallásra, minden jót. Én is köszönöm, viszont hallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
Így van, továbbra is, tehát érdekes, friss, izgalmas információkkal folytatjuk, mert hogy 8 óra 50 perc van, tehát ez azt jelenti, hogy böngészünk az online térben. Tóru Nikolett szerkesztő érkezett hozzám időbe a stúdióba, be is ült, és mindjárt elmondja nekünk, hogy milyen friss hírek, anyagok jelentek meg. Szia, jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Hát hétvégén tartotta a Párbeszéd a kongresszusát, és szombaton döntöttek arról, hogy Karácsony Gergely főpolgármester legyen a Párbeszéd lista vezetője. Micsoda meglepetés! Szerintem azért nem biztos, hogy sokan meglepődtünk ezen, de hát legalább ezt is tudjuk. És valószínűleg az sem meglepetés, hogy a főpolgármester nem szeretne a parlamentbe beülni, és továbbá is szeretné vezetni Budapestet. Egyébként a Párbeszéd listáján Karácsony Szabó Rebeka, zuglói alpolgármester követi, a harmadik Kocsiscake Olivio lesz, aki jelenleg is országgyűlési képviselőként dolgozik. Uh-huh. Éppen nézem most közben, itt kinyitottam a Népszavát is, egy cikk arról, hogy január 1-től például a vény nélküli készítményeket csak gyógyszerész vagy gyógyszertári szakasszisztens szállíthatja házhoz, és ugye azt írja a Népszava, hogy megoldhatatlan a feladat, meg az a címe a cikknek, hogy pofon a patikai innovációnak. Ugye ez csak azért érdekes, mert sokat beszélgettünk ma adásban arról, COVID-helyzetről, vagy hogy egyáltalán... Abszolút. Ez mennyire, úgyhogy nagyon érdekes a cikk, csak félig meddig tudtam belenézni, de elgondolkoztató, hogy akkor ezt most hogyan tudják majd megoldani. Abszolút. Egyébként a Népszava még ír arról is, hogy Péterfi Attila biztoshoz elég sok panasz érkezik. Arról kértek tájékoztatást az újságírók, hogy a pandémia kitörése óta hány járványügyi megkeresést kaptak, illetve milyen tartalmú panaszokról van szó. Egyébként azt írják, hogy nagyságrendekkel kevesebb beadvány érkezett az adatvédelmi hatósághoz, mint az ombudsmani hivatalhoz, de a járvánnyal összefüggésbe hozható panaszok száma így is meghaladja a 200-at, tudta meg a Népszava. Uh-huh. Én pedig akkor egy friss hírt hagy ajánljak még a 24.hu-ról, de látom, hogy bólogatsz, lehet, hogy te is igen. Erre készültél. Ugye azt szerepel a cikkben, már ugye szólt a kötelező oltásról is, sokat beszélgettünk a műsorban, és egy cikk arról szól, hogy az ellenzéki kerületek teljesen, a fideszesek részben zárkóznak el az óvodai dolgozók kötelező oltásától. Nem volt türelmem, vagy időm, ugye természetesen végigolvasni most a cikket, de már maga a felvetés nagyon érdekes, nem tudom, hogy erre a cikkre. Igen, és nem is beszéltünk össze, igen, tehát, hogy azt írja a pedagógusok szakszervezetének óvodapedagógiai tagozata, hogy körülbelül az óvodákban 80%-os lehet az átoltottság, illetve a 16. kerület önkormányzati vezetés a december 20-áig adott haladékot az első oltás felvételére az óvoda és bölcsődei dolgozóknak. A legtöbb kerület azonban nem tervez ilyen intézkedést, sokan az érintett dolgozók magas átoltottságára hivatkoznak. Konkrét adatokat ugye az Újbudai Önkormányzattól és a második kerülettől kaptak. Előbbinél 94, utóbbinál pedig 80%-ot meghaladó az átoltottság. Uh-huh. Igen, itt közben nézem én is a cikket, hogy kerületenként lehet látni itt az adatokat, az információkat ugye arra vonatkozóan, hogy mekkora az átoltottság, de köszi, hogy akkor ezeket az információkat elmondtad. És akkor gyorsan még egy friss hír innentől, méghozzá a Telex ír arról, felteszi a kérdést, hogy tényleg lehet mostantól legálisan csalni a lakcímmel a választásokon. Látom, hogy ezt hát, is nézted, vagy igen, elkezdted igen, nézni ezt a cikket. Korábban is ugye igen. Felmerült témaként, hogy a Vox turizmus ez talán még inkább utat nyithat. Igen, azt írja a cikk egyébként, hogy valóban lehet mostantól legálisan csalni a lakcímmel a választásokon, kérdőjel természetesen, tehát azért kijelenteni ezt egyelőre nem lehet, de a cikk azt boncolgatja, hogy tényleg utat nyitott a Fidesz a nagyüzemi Vox turizmusnak, hogy tavasszal ezzel dönts el azokat a körzeteket, amikben pár száz szavazaton múlhat, hogy melyik oldal nyár, és vagy csak alaptalan vádaskodás az egész, ahogy egyébként Gulyás Gergely mondta. Úgyhogy elgondolkoztató a kérdés felvetés talán, de akit ez érdekel, az el tudja olvasni akkor innentől kezdve. Köszönöm szépen, friss híreket, információkat. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
Hú, hát nagyon-nagyon gyorsan elszaladt az idő, 8 óra 54-55 perc van, ami azt jelenti, hogy már csak pár percet kell várni, és kezdődik a Bisztró Kolmos Robival. Szia, Robi, jó reggelt, milyen témák lesznek ma reggel nálatok? Jó reggelt. Hallottam itt ezt a Vox turizmus dolgot. Tegnap Mikulás, most már karácsonyi zenéket is játszhatunk hivatalosan a Spirit FM-en. Nem tudom, hogy tudtok ilyenkor politikáról beszélgetni. Bennem már buzog. Nem, már karácsonyi hangulat. Bennem már buzog a karácsonyi hangulat, igen, igen. Hát őszintén szóval, ha ennyi személyeset megengedtek, hát én még, hogy mondjam, a mai adásra koncentráltam, úgyhogy számomra még sajnos meccse van a karácsony, de azért igyekszem én is most már lassan hangolódni erre, úgyhogy kétségtelen. Filmes rovattal kezdünk, amikor Bernát Barbie a szerkesztőnk, akkor mindig van egy filmes rovatunk, megbeszéljük, hogy mi a helyzet ebben a világban, Magyarország szinten, meg úgy, amúgy is kitekintünk. Biztos, hogy beszélgetni fogunk, karácsony, nem maradhat ki. Szerintem ez most egy darabig téma lesz, nem? Tiszeker Daninak megjelent, illetve már a moziban van a Nagy Karácsony című filmje is. Én már láttam is, volt olyan jó fej, hogy meghívott, megnéztem. Zseniális tényleg. De ez nem az a fajta, hogy azt kell mondanunk, hogy tök jó a film. Tehát nem ilyen kötelező kör. Tényleg nagyon jó a film. Vicces, magyar, az nagyon fontos, hogy nem akarta elvinni egy ilyen Amerikát majmoló karácsonyi kavalkádba az egészet. Egy karácsonyi vásárban vagyunk, és egy kiégett tűzoltó találkozik majd egy tanárnénivel, aki kisgyerekeket is tápol egy adventi előadás miatt, és hát az ő egymásra találásuknak a története. Hát akkor ez karácsonyi szerelem és minden egyéb, amihez kapcsolódik, jól értem? Igen. És egy jó kis vicces film. Scherer Péter, Hernádi Judit, Parád és a szereposztás, zseniális film. Én ajánlom mindenkinek, Barbit is felkérdezem majd a bisztróba hamarosan, hogy ő látta-e már a filmet. Bízom benne, hogy igen, és akkor tudunk róla beszélni. Gospel témánk is lesz, éjféli kiáltás, Árvai Dániel az éjféli kiáltás gospel zenekarnak a vezetője, ugye ez is egészen kapcsolódik az ünnepekhez, az ő koncertjükről fogunk beszélgetni. A gospel stílust szerintem kevesebben ismerik itthon, én legalábbis kevésbé ismerem, ami ismeret anyagom van, az az Apáca Show-ból, a Guppy Goldberg, amikor Oh Happy Day-ezik. Körülbelül és azért az elég rendben van, nem? Csak úgy tényleg valahogy ez a sztereotípia jel rólunk, nem? Ha már gospel, akkor ez pedig hát nyilván azért, hogy ez egy nagyon komoly műfaj egyébként. Rendbe tesszük majd ezt a témát a bisztróban. Soltész Rezső is itt lesz, aki új CD-vel jelentkezik, ugye egy trilógiát tervez, közelednek az ünnepek címmel. Ez a második album, tavaly volt az első, és lesz egy harmadik, szóval lesz egy 3 éven belül 3 darab Soltész Rezső nagyon aktív CD. Nagyon aktív a művész úr, nem? Igen, tavaly már elmondta, hogy neki nagyon fontos a karácsony, nagyon szereti a karácsony, nagyon szép emlékei vannak, és hogy szeretne valamit letenni az asztalra, amit évek múltán is, ha megfogunk, akkor mondhatjuk, hogy karácsonykor Soltész Rezső CD trilógia szólhat, és talán meghittebb lesz tőle az ünnep. Hát azt gondolom, hogy gazdag kínálat lesz megint a bisztróban, mint mindig. Ugye, Robi, akkor ezt szerintem elmondhatjuk, úgyhogy mindenkinek, vagy akartál még esetleg valamit mondani, mert láttam, hogy a papírodon van még, ha gyorsan, még van egy pár másodpercünk. Csak nagyon gyorsan, Danis Lídia lesz velünk a bisztró arcokban, ugye ez mindig egy hosszabb beszélgetés, portré beszélgetés keretében 20 percet tudunk dumálni Lídiával. Covidos volt, most már jobban van, megkérdezzük, hogy mi a helyzet, és beszélgetünk vele. Fú, de klassz lesz, akkor tele mindenkinek ajánlom, hogy maradjon velünk 9 órától, tehát bisztró Kormos Robival. Az aktuál pedig már a véget ért, a műsor elkészítésében Tolnai Boglárka segített, a technikus Kátai Kristóf volt, Tóru Nikolett szerkesztő nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, Lampi Ágnest hallották.